гости, скъпи гости, вие слушате оркестър Траван, по случай 20 годишният юбилей, слушате техният концерт «Един живот живееме». Нека ги поздравим по случай техния юбилей и се насладим на богатството на българската народна музика, на българския фолклор, с тях със станто състав Лянтра и със станто състав Русица. Кетлеш мен дигей, енге дигмек, hogy köszöntsem a Prado zenekar 20 éves jubileumi koncertje alkalmával és 20 éves jubileum alkalmával. Prado zenekar Békés Csabából indult, Tótiából, ahogy arra felé hívják magukat az egykori szlovák leszármazottai, és ez nagyon fontos, mert Tótia több nemzetiségi vidék, laknakok, magyarok, szlovákok, románok, cigányok, zsidók, mindenki együtt él, keverednek a népek, ahogy az ősi ösztön, a test, a szenvedély diktálja. És a Prado zenekar tagjai mindannyian ebből a kevert fajtából valók, ahogy Grecso Krisztián író mondta róluk, a Megyar Gőzös című produkción szerepeltek, és ott az ottani nagyjának sikerültek köszönhetően. Mi magyarországi bolgárok, a Jantra, a Rosica, mindenki, aki itt van, mi is egy kevert fajtából vagyunk, egy kicsit másabb, de ugyanaz a fajta, és hála Istennek, hogy 15 éve egymásra találtunk, több mint 15 éve a sors úgy hozta, hogy a Prado zenekar és a Jantra és a Rosica egymásra talált, és így már közel két évtizede bejártuk a világot, építjük a bolgár kultúrát, népszerűsítjük a bolgár kultúrát, Magyarországon, külföldön, a többi nemzetiség kultúráját, számtalan Bullfestet szerveztünk együtt, közösen, ahogy a mai este is. Tavaly, amikor a 20 éves Jantra jubileuma volt, Gyere Attila az együttes, a zenekar vezetője megkeresett egy olyan ötlettel, hogy mi lenne az idejében, amikor ők 20 évesek, a Bullfesten, a Prado zenekar egy koncerttel ajándékozná meg a barátait, a kedves közönséget, a Jantra táncosait. Egy olyan, mondta Attila, hogy legyen ez egy olyan Bullfest, hiszen a Jantra és a Rosica 20 éves fennállása alatt az összes Bullfestet eddig megszervezte, végigizgulta, fellépett, és legyen ez egy olyan Bullfest, amikor ti eljöttök, nyugodtan leültök, töltötök egy pohár bort, felénk néztek, és élvezitek a bolgár és a balkáni ritmusok és a Prado zenekar minden tagjának gyönyörű zenéjét. És kedves közönségünk, mi elfogadtuk ezt a javaslatot. Így jött létre ez a mai este, ezért én javaslom azt, hogy közösen merüljünk el a Prado zenekar koncertjében, merüljünk el a balkáni ritmusok páratlan varázsában, élvezzük ezt a koncertet, és ahogy Attila mondta, hogy ezen a koncerten mi nézzük őket, és ha kedvünk van, akkor álljunk fel és táncoljunk, ha úgy gondoljuk, merüljünk el ebben a koncertben. Boldog születésnapot, kedves zenészek! Mi a Prado zenekar tagjában barátokra lehetünk, nem csak közös zenészek és munkánk során. Merünk el a koncertben, egy életet élünk, един život živejeme.
Köszönöm szépen!